Baranyi Krisztina, ahogy említettük, Ferencváros polgármester asszony a vendégünk, kezét csókolom, jó reggelt kívánok. Jó reggelt. Mi konkrétan a fenyegetés, és miből indult ki, és honnan tudta, hogy pont azért fenyegették meg? Azért ez egy kicsit drámai felvezető volt, ugye itt a tankerület, a belső pesti tankerület vezetőjével van egy vitája az önkormányzatnak, ugyanis az történt, hogy 39 millió forintot adott az önkormányzat egy testületi, tehát a legmagasabb szintű döntés alapján három iskolának a kerületben, és ezt a pénzt a tankerületen keresztül használtuk föl. Ezt mondjuk nem tudom, hogy miért, hiszen közvetlenül is odaadhattuk volna okos tantermeket. Az előző vezetés? Ez még az előző vezetés döntése volt, igen. Okos tantermeket létesítettünk három iskolában, és hát azt kell mondanom, hogy gondosan volt ez kiválasztva. A kerület három különböző részén, elsősorban olyan iskoláknak, ahol hátrányos helyzetű gyerekek járnak. Az egyik ilyen iskola az egy 100%-osan szegregált iskola, ahol egyébként a tankerület már bírósági ítélet alapján büntetést is kapott azért, mert nem számolta fel a szegregációt. Nos, ahogy megkapták ezt a pénzt, a tankerület a testületi döntéstől eltérően másként használta fel a pénzt, nem abba az iskolába juttatta el, nem az két iskolába igen, és a harmadikba pedig nem oda juttatta az okos tantermet, nem ott készítette. Erre hogy bukkant rá? Már arra, hogy ez így történt? Igen, ez nagyon furcsa volt, mert nem nagyon volt arról hír, amikor ezeket elkészültek és felszerelték a tantermeket, ezt nagyon csendben adták át, viszont én most már, ahogy hivatalba léptem, kaptam egy levelet a tankerületben vezetőitől, hogy szeretnék, ha módosítanánk a szerződést, ami közöttünk köttetett, mert véletlenül adminisztratív hiba folytán az egyik iskolában nem került felszerelésre ez a tanterem, hanem valahogy egy másik iskolába létesítették ezt. És hát elkezdtem ennek én utána menni, és utána nyomozni, hogy ez hogyan történhetett, és ekkor bizony megkezdődött a hazugság spirál, mert valahogy mindig mással indokolta a tankerület vezetője, hogy ez hogyan történhetett meg. Mivel indokolja? Ugye mondta az adminisztrációs hibát, tehát igen, hogy véletlen volt. Hivatkozott véletlenre, hivatkozott arra, hogy ők eredetileg is oda akarták, csak valamilyen módon rossz döntés született, hivatkozott arra, hogy egyébként tervben is volt, hogy a tankerület is létesíti, hát ez igazából a negyedik iskola lett volna, tehát sok mindenre hivatkozott, de hát ezek az összes irat, ami ebben az ügyben rendelkezésre állt, azt mutatta, hogy ők pontosan tudták, hogy hova kellett volna telepíteni ezeket az ott okos tantermeket, és gyakorlatilag ettől szándékosan tértek el. Miért? Miért tértek el? Ugye ön azt mondja, hogy elsikasztották ezt a pénzt, legalábbis ott a Facebookon meg a hírekben ezt írta ki. Miért sikasztották el? Tehát megvannak ezek az eszközök? Azt megvették, csak máshova telepítették? Így van, máshova. Akkor az miért sikasztás? Ez azért, mert nem olyan célra használta fel az önkormányzat pénzét, amilyen célra ő kapta, tehát a szerződéstől eltért. Nyilván a sikkasztás az egy vélemény ebben az esetben, arra szokták mondani, hogy sikkaszt, aki nem arra használja fel a pénzt, amire ő kapta. Illetve vagy arra, de nem oda? Így van. Tehát arra, de nem oda, mert hogy ugye itt ez a lényegi különbség. Van, és a saját zsebében. Igen, így van, tehát igen, mert a Györgyi, amit említett, talán hangsúlyában más, tehát hogy beszerezte, de nem oda juttatta el, azért az mégis más, mint hogyha be se szerezte, hanem... Természetesen. Ment Las Vegasban, mint a 11. kerület. Természetesen ezt nem büntetőjogi kategóriáként hangoztatom, de minden esetre az furcsa, hogy többször is azzal indokolta nekem egyébként a tankerület vezetője, hogy másik iskolába szerelték fel az okostantermet, hogy szerinte abban az iskolában nem hasznosulhatott volna megfelelően, és egy másik iskolában, ahová hát nem olyan gyerekek járnak, ott viszont igen. Ennek azért ellentmond némileg, hogy éppen annál a cégnél voltam nem régiben, akik fejlesztették az okos tantermet, és akik az egész országban ezt telepítik, és ők elmondták nekem, hogy a számok alapján mérték ezt, leginkább a hátrányos helyzetű településeken, hátrányos helyzetű gyerekeknél hatékony ez az eszköz. Arról tud valamit, hogy mi lehetett az oka ennek, hogy nem abban az iskolában, hanem tehát a tankerület vezetője milyen céllal tette ezt?
Hát ez jó kérdés. Mondom, ezekre hivatkoztam. Valahogy ezt lehet most a jövőben még tisztázni? Tehát lesznek itt további olyan lépések, ahol ezt tisztázzák, és gyakorlatilag nyugvópontra kerülhet ez az ügy? Természetesen én közöltem a tankeret vezetőjével, hogy nem tudok szerződést módosítani, nem tudom elfogadni, hogy a döntéssel ellentétes helyre helyezték ki ezt. Így kérem, hogy fizessék vissza a pénzt, illetve hát ugye a szerződést nem teljesítettem, mi pedig oda, ahova eredetileg el lett döntve, oda telepíteni fogunk egy okos tantermet. Rendben van, itt tartunk most. Ahogy említettem, ha mondhatom így, hogy Mutyi feltárásban erős volt polgármester jelöltként is, meg korábban is kerületi politikusként, van még olyan dolog, amire, mert amikor Kegyed megjelent, akkor mindig találtak egy ajtót valahol a polgármester hivatalban, valami szekrény mögött. Igen. Aztán ugye most éppen a híradóban... Igen, aztán a 11. kerületben beszámoltunk most a híradóban arról, hogy ott például feltártak egy esetet, hogy valaki Las Vegasban, meg Los Angelesben utazott, szerintük egyébként a polgármester szerint indokolatlanul. Önöknél van még valami olyan, amitől leesett az állam, meghökkent, vagy úgy gondolja, hogy mondjuk úgy, hogy rendszer ellenes ebben a dologban? Igen, hát én úgy érzem sajnos, hogy most jön a java, ugyanis most zárulnak le lassan azok az átvilágítások, amelyeket az önkormányzat cégeinél kezdtünk el. És már az első jelzések, még nem zárultak le a vizsgálatok, gyakorlatilag arról jöttek az átvilágító cégtől, hogy tömegével találtak indokolatlan és teljesítés, meg mindenféle tartalom nélküli szerződéseket és kifizetéseket az önkormányzat cégeinél. Ugye, ahol sokkal nehezebb ellenőrizni azt, hogy hogyan és milyen módon költik el a közpénzt, illetve olyan munkaszerződéseket és megbízásokat, amelyek hát sokszor csókosokhoz, és van olyan eset, amikor szó szerint csókosokhoz köthető álláshalmozásokkal mindenféle helyről, mindenféle megbízás alapján, személyében, cégével, ennél az önkormányzati cégnél, a másiknál állt valaki megbízásra, tehát fizettük, közpénzből. És ha közpénzből fizették, nagyságrendileg tud összeget mondani, hogy mennyivel károsíthatták meg a gyanú szerint az önkormányzatot? Hát az eddigi szerződések, amelyeket mi megszüntettünk, éppen én már havonta összesítem, most 170 millió forintnál tartunk, tehát 170 millió forintot nem fogunk már ebben az évben kifizetni ilyen célra, vagyis nem közcélra. Egyébként semmilyen feladatellátásunk ezzel nem sérül, tehát tényleg olyan szerződésekről van szó, amelyek kifizető helyként működtették az önkormányzatot, és hát innentől kezdődik még majd az, amit a cégeknél tárunk fel, és ott fogjuk ezeket is megszüntetni. Ahogy rendszerben mondja, most jól érzem azt, hogy előbb-utóbb egy nagy tájékoztatón ezt nyilvánosság elé tárja? Igen, nyilvánosság elé fogom tárni részletekkel, szerintem persze nem annyira érdekesek, hiszen itt nem feltétlenül ismert nevekről van szó, de úgy gondolom, hogy joga van mindenkinek megtudni, hogy ez egyébként milyen tételekből 500 ezer, 1 millió forintos tételekből milyen mennyiségű közpénzt tudtak évente ellopni egy önkormányzat. Jogi eljárást indítanak? Nagyon sok olyan ügy van, ahol jogi eljárást is lehet indítani, de természetesen a többségét ezeknek az ügyeknek olyan módon és olyan ügyesen papírozták le, hogy a büntetőjogi felelősség nem merül fel. Minden időnk lejárt, egyetlen egy mondat, ami miatt behívtuk, azt nem mondta meg, hogy mivel fenyegették meg. Egy levelet írt nekem a tankerület igazgatója, amiben gyakorlatilag azzal fenyegett, hogyha nem leszünk jóba, akkor ő akár még jogi eljárást is fog indítani rágalmazás miatt ellenem. Én meg azt gondolom, hogy használják fel a közpénzt arra a célra, amire a köz eldöntötte, és akkor leszünk jóban. Polgármester asszony, köszönjük szépen, hogy itt járt nálunk.